A József András Múzeum igazgatója, Rémiás Tibor úr a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aradi vértanúkra emlékezés után a trianoni békeszerződés szintén ugye hát egy nagyon szomorú, tragikus emléke tulajdonképpen a magyar történelemnek. A József András Múzeumban egy kiállítást szerveztek ennek apropóján. Egyáltalán hogyan sikerült ezt a kiállítást megszerezni, megszervezni, és mi mindennel találkozhatnak itt a látogatók? Hát amikor elkezdtük szervezni ezt a kiállítást, akkor arra gondoltunk, hogy ugye az első világháború centenáriumára emlékezünk. 100 évvel ezelőtt fejeződött be, vagy nem sokára befejeződik ugye az első világháború, mert 2014 és 2018 között emlékeztünk az első világháború eseményeire. És hát az első világháborút magyar részről lezárta ez a szomorú trianoni békeszerződés, amit mi békediktátumnak is hívunk. Már akkor, amikor elkezdtünk gondolkodni rajta, elterveztük, hogy mi így szeretnénk tulajdonképpen emlékezni erre, hogy az országos levéltárból megkérjük ezt a nagyon fontos dokumentumot, amit tudomásom szerint még közgyűjteményekben, közintézményekben soha nem állítottak ki Magyarországon. Elkértük, restaurálták ezt a trianoni békeszerződést, és most a József András Múzeumban november 18-áig megtekinthető. Ez milyen állapotban volt egyébként, mielőtt restaurálták? Tehát jó állapotban volt, de tehát mivel régen nem használták, tehát az ilyen iratokat utána mindig restaurálni szokták. Na most itt nem feltétlenül az eredeti trianoni békeszerződésre kell gondolni, mert azt Franciaországban őrzik, abból egyetlen egy példány van. Erről készült egy francia nyelvű változat, amit megküldtek nekünk Magyarországra, amit nekünk le kellett fordítani, és ez két hasában jelenik meg, 360 oldalas maga a békeszerződés. Francia-magyar hasábokra van osztva, 14 részből áll, és 364 cikkelyből. Ami nálunk van, ez tulajdonképpen az a változat a trianoni békeszerződésnek, amit a Magyar Nemzetgyűlés törvénybe iktatott. Ez a törvénycikk pedig a 1921. 33. törvénycikk, és magát ezt a békeszerződést, ezt a törvénybe iktatott törvénycikket maga Horthy Miklós kormányzó úr írt alá, és Bethlen István miniszterelnök. Tehát ez a változat van nálunk. Bele van kötve a megkurtított trianoni Magyarországnak a térképe, ami ugye úgy tanultuk, vagy úgy olvastuk, hogy ezt piros ironnal húzták meg a trianoni határokat. Tehát ennek a nyomdai változata, ez a térkép, ez bele van kötve ebbe a 360 oldalas dokumentumba. Azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a generáció, mi, vagy akár ugye a szüleink is, hál' Istennek a mi életünkben ehhez hasonló tragédia nem történt, nemzeti tragédia. Tehát ugye hajlamos vagyunk mindig sötéten, borulátóan látni mi magyarok a dolgokat, és a politikai hovatartozásunk függényében egy-egy választás után is borzalmas nagy indulatok vannak, de nehéz elképzelni azt a tragédiát, ami után ugye az országnak mégiscsak tovább kellett élni úgy, hogy a területeink ugye a határon kívül maradtak, és több millió ember maradt a határokon kívül. Egy ilyen kiállítás mennyire tudja ezt az érzést, vagy mennyire feladata valamelyest a mai generációnak átadni, vagy egyáltalán lehet-e? Van-e erre Tehát remény? Mi azt a tragédiát szerintem nem tudjuk elképzelni. Én is így gondolom. Tehát amikor az emberek ugye egy királyi Magyarországban gondolkodtak, vagy ha nem is, akkor az osztrák-magyar monarchiában, ugye, de akkor is az monarchián belül mindenki tudta, hogy mennyi a király Magyarországnak a része. És azt a kurtítást, és ez nem is kisebbítést jelent, hanem mindig azt mondják, hogy ez csonkítást jelent. Tehát nem egy kisebb országban élünk most, hanem egy olyan csonkolt országban, ami tulajdonképpen ki lett találva a Kárpát-medencére, mert a Kárpát-medencét ugye betöltötte a mi királyi államunk, és
Tehát nehéz, mert úgy épült fel 1000 éven keresztül, mindenek megvolt a helye, honnan jött, tehát hol bányázták az érceket, honnan hozták a fát, és így tovább. Tehát mindenek megvolt a helye, de most ezzel a kurtítással ugye nagyban el kellett gondolkodni, hogy egyáltalán életben tud-e maradni ez az ország. De nem akarom ezt tovább folytatni, tehát nagyon nehéz volt elképzelni. Másrészt pedig a kiállítással az a célunk, hogy nagyon sokan, vagy sokszor beszélünk arról, hogy trianoni béke. De fel is van írva a kiállításnak a felső részére, hogy tulajdonképpen ismerjük a trianoni békét. Olvasta valaki? Tudja, hogy mit tartalmaz? Ezért az elérhetőséget, internetes elérhetőséget is kitettük a kiállításon, hogy aki részletesen ezt a 364 cikkeit szeretné elolvasni, akkor az kattintson a trianon.hu honlapra, és ott a teljes szövege elolvasható, megismerhető, és akkor már könnyű akkor beszélgetni erről. Azt gondolom, hogy tényleg ez az igazi hivatása a múzeumoknak például, hogy egy picit az ember átengedje magán a zsigerein azt az információt, ami a történelemkönyvekben mindig csak egy száraz tény, vagy egy bebiflázandó dátum, de ha egy picit talán megérint, akkor lehet, hogy motiváltak leszünk arra, hogy pontosan tovább olvassunk. És ezt kiegészítettük műtárgyakkal is, első világháborúban készült műtárgyakkal, hogy teljes legyen a kép. Nos, nagyon fogy az időnk sajnos, igazgató úr, de ugye van még egy kiállítás, amely a lengyel-magyar történelem írt tulajdonképpen bankjegyekre. Ez már látható, illetve mire készülnek még a közeljövőben? Tehát ez a bankjegyekre írt lengyel-magyar történelmet ez a Zsesovi Múzeum találta ki, annak a kezdeményezésére született meg. Egy nagyon érdekes kiállítás, kifejezetten egy oktatási projekt, diákok számára készült, hogy a papír pénzeken keresztül ismerjék meg a történelmet. A magyar diákok a lengyel történelmet, a lengyel diákok pedig a magyar történelmet. Úgyhogy 15 tablós kiállításunkat figyelmükbe ajánlom mindenkinek, aki bejön a múzeumban, vagy nézze meg, mert nagyon tanúságos és nagyon szemléletes a történelem megismerése szempontjából. Diákoknak akkor előszeretettel gondolom. Előszeretettel, de természetesen felnőtteknek is ajánljuk ezt a kiállítást. Nem sokára nyílik jövő héten, kedden a szokásos restaurátor kiállításunk, már harmadik alkalommal. Itt a legfrissebb mestermunkákat mutatjuk be, amit a restaurátor iskolákban készítettek a most már restaurátor mesterek. És ugyancsak jövő héten szintén egy lengyel-magyar kiállítást mutatunk be, hogy az 1848-49-es forradalomi szabadságharc idején a lengyelek és a magyarok hogy segítették egymást. Nos, hát akkor azt gondolom, erre hogy is hívjuk van téma bőven. Köszönjük szépen a meghívást, és reméljük, hogy már ezen a hétvégén sokan ellátogatnak önökhöz. Jöjjenek, várjuk önöket!